Üdvözlök, ismételem mindenkit! Látható, hogy mi is történik. Éppenséggel jön valami vihar. Kocskán fúj a szél. Látható, elmetelek jönnie kell egy vonatnak. És nem jött. De látni azt ott. Éppenséggel most mit is csinálok? Éppenséggel azt csinálom, hogy itt vagyok a vasútnál. Kint. Mint most is. Próbálok ellenállni a csalításnak. Nézzek akármilyen féle filmet, sorozatot, egyéb más multimédiás streamet. Ha nehéz, milyen nehéz időszak. Próbálom bedumálni, hogy nehéz. Nyilvánvaló. Az is. Van ez a pacak, most sem említem a nevét már. Azokat viszélek hamarabb el, akinek gyöngék a tüdejük, a veséjük, meg a májuk. Ennyire logikus. És azt gondolkozzon el azon, mitől lett gyöngébb az átlagosnál ezek a szervei. Ha nem jók neki, akkor olyan 80-70-60% hogy meg is fertőzik. Züldhet. Ez van, ez annyira lényeges. Ez a fontosság. Lássák, hogy mind csinálok. Próbálom edzeni a szemeimet, mint az előző videókban is, hogy megedzem, távolra nyitom. Olyan sokat néztem közelről a karaténban a szemeimet, hogy egyszerűen nem bírok kinyitni a szememet. Annyira fáj, hogy itt kinyitom, és egyszerűen fáj. Nem bírok kinézni, távolra nézni. Hát ezen is kell tenni. Hiába, most kint vagyok. Látszik egy út. Próbálok koncentrálni szemekkel, hogy minél távolabb lássak. De nem megy, mert fáj a szemem nagyon. Ez van. A karatén is van, nem kell állandóan a virtuális világot nézegetni. Saját magamat tettem tönkre. Felcsavartam. Napi szinten. Ott van minden fönt a oktatás, anyagok, egyéb mások, amiket kell csinálgatni, mind-mind a szemet teszi tönkre. Mindenki tudja, vagy nem tudja, nincs az a műveltségi szint, hogy a szemek össze vannak kapcsolva az agyja. Szóval akinek a szemei károsodnak, akkor nagy valószínűséggel az agya is károsodik. Az is lehet, hogy károsodott az agyam. Ez nem annyira vicces. És az ellen nehéz mostanság tenni az agykárosodások ellen. Mind-mind a rossz életmódnak köszönhető. És értek itt ez alatt azt ad, hogy vannak ezek a megszokások, rászokások, rászoktatások. Az például, hogy befejező valamit, jól csináltál, kapsz jutalmat. Mint mindennek, jutalomkapás. És a jutalomkapás például bírsz videójátékot játszani, vagy tévét nézni, és közben egy jutalmat kaptál, közben meg egy károsítást kaptál valóságban. Mindennek miért van a pozitívumának a negatívuma. Ez is az a jutalom, örülsz neki, és közben egy jutalomnak, és akkor közben a valóságban teszed tönkre az agyadat. Szerintem az agy meg a szem az össze van kötve. Ha az egyik megbetegszik, akkor ugyanúgy romlik a másik is. Nem lehet tenni nagyon semmit. Se aki ezeket a tipikus oktatási rendszereket követte az életében, a jutalmakat, a dicséreteket. Itt is van egy brutális példám, amit már többször megemlítettem. Ez az út, ez a csík, ez a vonal. Lehet látni. Mész rajta. És készeljetek ide olyan 4-5-6-7 éveseket, mikor 4-6 évesség. Mi vannak kötve egy madzagra, 30 darab centiméter távolság, hogy azt kell megszokniuk. Mindenki tudja, hogy a 4-3 4 meg a 6 éves között, vagy 3-6 éves között van az a altja, hogy minél többet szokjanak meg.
azt megszokja egy örök életre. Ma van ez a járványidőszak, itt csinál a drága jó egyén, aki óvodás korában dicséreteket kaptak, jutalmakat kaptak. Az is milyenek voltak a jutalmak? Olyanok voltak, hogy a jutalom. Lehetett tévét nézni. Erre emlékszek. A szebbik verziókban, amit elhangzik, az mind-mind már kicsikét ki van már javítva, át van kicsikét fogalmazva, hiányzik belőle a másik részei neki. De szerintem én tudom azt, hogy tik annyira megromlottak az elmék már, hogy ezeket az észjárást nem tudnak elgondolkodni rajta, amit mondok is, mert tudom, hogy a tévé az károsít. Nem csak a tévé, hanem a multimédiás streamek, egyéb más, mindenek, mind egészségtelen dolgok. Most kb. Olyan 10-20 vigább kilórája nem csinálok semmit se. Elég csináltam a feladatokat. Szóval csináltam feladatot. Most én nekem, hogy én megtanulok valamit, elézek valamit. Mivel lesz én nekem jobb? Hát semmivel sem. És tovább lehet menni. Szóval a gondolatmenetet követve, tám haladszódni fog a két darab kamerában a hangom, az egyik telefon, a másik egy kis action kamera, hand kamera. Ez a széltől. Mit is próbálok bemutatni, mint az előző videóban is szokott lenni. Szinte ugyanezek. Így meg amúgy. Mind-mind. Talán el lehet azon is tűnődni, miért is vagyok itt. Hova is vezet ez az út? Mi a ma másik területek? Mik voltak? Kik voltak? Mik történtek? Mi egyébek? De én azt vettem észre, hogy errefelé élő közösségnek gyenge a felfogásuk, az eszmék, az agyuk, tisztára megrontották magukat. Ilyen. Inkább KVTV-be. Szinte mindenhol vannak. Műholdas tévék. Adások, sugárzások, mit nem tudom, micsodák. Mind-mind az agyat leépítik. Meg is mondom, hogyan? Úgyhogy a szemet is tönkreteszi, ugyanúgy az agyat is lerombolja. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!